Sit out on the open road, same old place you always used to go when you were younger. Speeding through a 50 zone like your dad before, you didn't even notice. To forget that it leaves you feeling down and filled with some regrets. All this trick of the memory, we'll call them good old days. All those sweet in the moments, poison for you. Same old tune as you heard before, you even knew the language. With every line, it brought you back, back to where the summer never ended. Although it's easy to remember, it's as easy to forget. That it leaves you feeling down and filled with some regrets. All this trick of the memory, call them good old days. All those sweet in the moment, it's poison for szombat van, és arra gondoltam, hogy ezt a kis február indítós vlogot így ezen a szombaton kezdem el igazán, bár már amint láttátok, csináltam néhány felvételt, amikor naplóztam, meg húztam a szókártyák közül, és mivel hát ez a hétvége egy kicsit az itthoni tevékenykedésről fog szólni, meg legfőképpen arról, hogy rendbe rakom a dolgozómat, ezért arra gondoltam, hogy mindenképpen hát így nem tudom, felveszek még ezen kívül pár mozzanatot, mint például azt, hogy ma megyünk vendégségbe délután, és ezért szeretnénk banánkenyeret sütni, és a srácok ide ültek mellém, és itt várják, hogy nekiálljunk végre. Ide hoztam az összes hozzávalót, úgyhogy mindenki nagyon izgatott. Meg közben azért így lehúzatoltam, meg kiraktam a teraszra az ágynemüket, hogy szellőzzenek, közben beraktam egy mosást, akkor fölporszívóztam, meg ilyenek, szóval, hogy ezek már így mind megtörténtek. De annyira gyönyörű idő van, meg annyira szépen süt a nap, hogy gondoltam, most szuperül lehet ágynemüt szellőztetni, úgyhogy megragadtam az alkalmat, ezért megcsúsztunk a sütéssel egy kicsit. Na, de nem baj. Most egy olyan receptet készítek, ami nem vegán, kell hozzá mascarpone és tojás is, és mivel volt itthon mascarponém, és nem tudtam az egészet elhasználni, ezért ez így tökéletes lesz, mert legalább nem kerül a kukában, meg nem kell mondjuk egy tiramisut elkészítenem, vagy ilyesmi, mert most így van érett banánom is, meg maradék mascarponém, úgyhogy ezeket így el lehet használni, meg volt ilyen maradék dió morzsalékom, ami hát nem is darált, hanem inkább ilyen, hogy mondjam, aprított dió, de tökéletes így a sütibe. Úgyhogy még a csoki pasztillát kell idehoznom, és akkor mehet is a menet. A receptet azt majd a leírásban hagyom mindenképpen.
Na, sziasztok! Hát már vasárnap van, és itt vagyok a dolgozomban, mert itt rengeteg dolgom van. Igazából ennek a vlognak az a fő projektje, hogy ezt a szobát most helyre rakjam, és rendet csináljak. Mert amióta elkezdtem felpakolni a régi ruháimat Vintidre, meg azokat, amiket nem használok egyáltalán, azóta itt teljesen elszabadult a pokol és a káosz. Egyébként most jöttem rá, hogy tegnap elfelejtettem megmutatni nektek, hogy milyen lett a banánkenyér. Talán azzal mindent elmondok, hogy elfogyott, egy szem sem maradt belőle. Nagy részét ugye elvittük vendégségbe, és hát mindenki, aki számít, igazából megkóstolta, ez a lényeg. És nincs több, és elfelejtettem megmutatni nektek, úgyhogy sajnálom, de majd talán legközelebb, de a receptjét ennek ellenére lent hagyom. Na, most egy kutya abba hagyta az ugatást, meg a gyerekek is elkezdtek játszani az apukájukkal, akkor most még egyszer neki kezdek a mondandómnak, szóval szeretnék transzparens lenni veletek, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy káosz uralkodik ebben a szobában, és hogyha így követtek régóta, akkor tudjátok, hogy ez egyáltalán nem rám val. De amikor az ember egy nagyobb helyen lakik, akkor ugye óhatatlanul is szerintem kialakulnak olyan helyek a lakásban, amilyen, tudjátok, a nem látod és nincs előtted, akkor kevésbé foglalkozol vele. Na most az én dolgozom, amióta a Vintidet elkezdtem, meg amióta elkezdtem oda felpakolni a régi ruháimat, amiből sajnos nagyon-nagyon sok van, és így kicsit így le is sokkol, hogy mennyi ruhám halmozódott fel, amiket mondjuk csak, mit tudom én, 4-5-ször viseltem. Nagyon sok minden így átértékelődött bennem azóta. Meg hát azt azért hozzá kell tennem, hogy ezt a káoszt az is segített kialakítani, meg elérni, hogy tegnap leszabadultak a gyerekek, ugye egyedül voltam velük itthon egész nap, és ugye szépen én tudtam a rendszert, hogy mi hogy van, vagy hogy milyen rendszerben van, minden szépen össze volt csoportosítva, ami eladásra megy, amit még nem fotóztam be, amit már befotóztam, de még nem adtam el, amit el szeretnék adományozni, vagy ajándékozni. Szóval, hogy így megvoltak nekem az én csoportjaim szépen, és hát az a helyzet, hogy egy csomó minden most szét van dobálva. Meg hát ugye át is rendeztem egy kicsit a terepet, mivel hogy itt van ez a ruhafogas, amin, vagy hát állvány, amit egyébként nagyon szeretek, jízkes, vagy gyűzkös, nem tudom ki, hogy mondja, vagy mi a hivatalos helyes elnevezés, elnézést, de ennek nem itt van a rendes helye, hanem ott, ahol a tükör van. Úgyhogy most megmutatom a káoszt, legalább annyival kielégítőbb lesz az előtte-utána, és akkor elmondom, hogy mit szeretnék ma hát elérni ebben a helyiségben. Na, itt állok az ajtóban, és hát a szétdobált ruhákat ugye ott látjátok lent a földön, szóval, hogy ennek a nagy része olyan, ami gyönyörűen össze volt hajtogatva meg minden, és a srácok szétugrálták. Na de, mindegy. Ezek már mindben vannak fotózva, azokból van olyan, ami nincs, van olyan, amit eladtam, be kell csomagolnom, úgyhogy ezekkel is foglalkoznom kell, abban cipők meg kiegészítők vannak. Itt olyan dolgok vannak, amiket még nem adtam el, hanem még várnak a gazdájukra. Ezeket ugye összeszedem, összehajtogattam. Azok közül van olyan, amit úgy döntöttem, hogy meg fogok tartani, mert mondjuk nyára még jó lesz. Az asztalomon is rendet kell csinálni, válfákat elrakni onnan, helyet találni, azok még karácsonyról maradt cuccok, amiket a karácsonyi dobozaimba bele kell tenni. A polcom az nagyjából rendben van, de ott van egy ilyen nagyon aranyos kis sminkészletrendszerező, amit vissza szeretnék rakni ide az asztalra, mert itt volt, és ugye kivettem belőle a sminkeket, mert el kellett vinnem magammal, mert útközben kellett valahol készülődnöm. Papírokat kell rendszereznem, a tükröt lemosnom, mert ha közelebbről belenézek, akkor látom, egy kicsit homályos, amióta megvan, még nem mostam át rendesen, és azok ott olyan gyerekruhák, amik még jók, meg olyan ruhák, amiket majd föl kell vinnem a felső szintre, és akkor ezeknek az eladandó ruháknak kell még új helyet találnom. Úgy lehetőleg, hogy felakasztva tudjam őket tárolni. Ez meg csak itt száradt ez a szegény ágynemű, úgyhogy össze kell hajtogatnom, felvinnem. És akkor, ha rend van, akkor jön az izgi része. Ugyanis vettem új díszpárnahúzatokat az IKEA-ban. Ott van egy doboz, az alatt a kupac alatt. És abból ki szeretnék pakolni, vannak benne illatgyertyák, és meg mindenféle ilyen nagyon fán dolog. És szeretném azokat a díszpárnákat felhúzni, és itt elhelyezni, meg oda a falra fölrakni azokat a képeket, amik régen a másik lakásban, ugyane fölött, az ágy fölött, a nappaliban voltak, aki már követ régóta, vagy látta már azt a lakást, az tudja, hogy miről beszélek. Úgyhogy ez a
terv erre a szobára? Na, most, hogy tudjátok, hogy mit kell elérnünk, valami helyet próbálok ennek a kamerának keresni, meg gyorsan befotózok pár ruhát még, amit fel szeretnék tenni a Vintage-re, és akkor hiszem az lesz, hogy a legtöbb cuccot innen kipaterolom, és kint fogom összerendszerezni, hogy meg legyen a helyük a lépcső alatt. Azt is megmutatom mindjárt, hogy mennyi helyünk van, ott amúgy rengeteg helyünk van, csak be kéne építetnünk, de az majd egy későbbi lépcsőfok lesz. Haha, szó szerint a lépcső alatt. És akkor innen eltűnik ez az ős káosz, mert konkrétan így nem tudom, így szorongok tőle, vagy nem tudom, a borzasztó érzés, hogy ekkora kupi van itt. Egyébként van ez a Nature Cleaning nevű márka, és ez a grapefruitos univerzális tisztító, cianuri tisztító sprayt használom, és nagyon-nagyon jó illata van, és ez elég természetes összetevőjű. Vegán is, meg állatkísérletmentes is, klórmentes, pálmaolajmentes, parabénmentes, foszfátmentes, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt a termékcsaládot. Ezt még ajándékba kaptam, de már eléggé régen, és most jutottam el odáig, hogy elkezdtem használni, és baromi jó. Úgyhogy igen, ezzel takarítok.
Na, közben itt voltok Ádám tesójáig, úgyhogy félbe kellett hagynom az átrendezést és a dekorálást. Amúgy képzeljétek el, nem terveztem, hogy ennyire átrendezem a szobát, de be kellett látnom így az utóbbi időben, hogy bármennyire is szimpatikus volt nekem az, hogy kifele nézek az ablak fele, az asztalom legalábbis arra néz. Egészen egyszerűen nem volt praktikus, mert amúgy itt megmozdulni nem tudtam, így pedig akkora tér lett, de olyan hatalmas tér, hogy nagyon-nagyon elégedett vagyok ezzel, ahogy most kinéz. És megmutatom, csinálunk egy ilyen, hát ilyen kis overview-t, körbe mutatom nektek, hogy most hogy rendeztem el a bútorokat. Na, itt vagyunk az utcában, és akkor ahogy ígértem, mutatom a lépcső alatti területet. Szóval ott a lépcső, és itt pedig a káosz. De amúgy itt sokkal-sokkal több cucc volt. Nyilván most ott vannak így nyári ruháim, amiket el kell raknom, nem a pulcsim, hanem azok a rózsaszín lilás dolgok. Akkor ezeket a díszpárnákat ugye beviszem, csokikat a helyére rakom, és hát még a gyerekek kínő cuccai közül is van itt egy csomó minden. Szóval, hogy nyilván, hogyha ez itt be lenne teljesen burkolva szépen, vagy legalább egy része, vagy ha a garázsban már meg lenne a polcrendszerünk, akkor ugye nem így csúfoskodna ez rengeteg minden, de hát ugye majd ez szépen idővel meg lesz. Na de, a lényeg, hogy itt az én kis dolgozom, ha belépünk, akkor így balkész felül van a tükör. Ezt még nem tisztítottam le, de amúgy csak világosban látszik, hogy kicsit homályos. Sziasztok! Aztán ugye most elővástam, még a budapesti lakásunkból jöttek haza ruhák, amik az ottani szekrényemben voltak benne, és nem mindegyiket szedtem ki, mert lehet, hogy kicsit leettem, vagy nem tudom, azt van ráírva, hogy miáó. Ez még egy New Yorkeres póló, és nagyon szeretem, szerintem most újra sokat fogom itthon hordani. Na, és akkor ha megfordulunk, akkor az ajtóval szembe került az asztal és a két polc mellé. Most a polcokat nem rendezgettem, ezek nem így lesznek majd berendezve, mert azon például viszonylag kevés dolog van, azon meg hát úgy elég dolog van. És akkor mivel így van az asztal, ezért azon kell majd elgondolkodnom, hogy oda mit szeretnék az asztal fölé, mert oda viszont jöhet valami kép, vagy egy nagyobb parafatábla, egy ilyen igazán nagy parafatábla, vagy akármi. Úgyhogy hát meg kell szoknom, hogy háttal vagyok az ajtónak, mert hogyha megfordulok, akkor ugye ott van az ajtó. Na, és akkor az ajtó mellett jobb kéz felől pedig az ágy, ezt is így amúgy sokkal jobban meg lehet majd közelíteni. Na, valamiért nem akart fókuszálni, szóval, hogy itt az ágy, ezt ugye ki lehet húzni, és akkor így azért van neki tér, jobban el lehet férni, és akkor a ruha állványt pedig ide raktam be. Egyébként, hogyha fotózni szeretnék rajta, akkor innen kiválóan tudok ebből a magasságból, vagy hát rá is ülhetek az ágyra félig meddig, és akkor úgy le tudom fotózni a dolgokat. Úgyhogy itt meg itt ez a rengeteg hely, ide kell majd egy normális méretű szőnyeg. Mert most az a kis pici szőnyeg, az elég volt arra a pici helyre, ami ugye itt volt, de most itt megnőtt a hely, úgyhogy ide ki kell találnom valamit, mert ez így viszont nagyon bután néz ki. Úgyhogy ez majd lehet, hogy átmegy valahova máshova addig. Na és akkor oda fel a képeket, a díszpárnákat pedig oda, aztán meg még a polcokat fogom buherálni, de azt lehet, hogy nem ebben a videóban, hanem majd egy másikban, mert mindenre most nem fog idejutni. Úgyhogy ennyi. Pont azt mondtam, hogy úgy érzem most magam, mint amikor ilyen tini koromban, vagy ilyen általános iskolás koromban így fogtam magam szombaton, vagy vasárnap, és így teljesen kipateroltam a szobámat, és kitakarítottam, meg rendet csináltam, de olyan szinten, hogy az összes fiókomat kiszedtem, mindent átrendszereztem, mert akkor is nagyon szerettem ezt. És most pont úgy érzem magam, hogy mondjam, sokkal felszabadultabb érzem magam. Jó érzés, hogy
nincsen akkora szűkösség, és hogy ennyi hely van, viszont kevésbé érzem otthonosnak, inkább egy ilyen rendbe rakott tényszobának érzem, nem tudom, de aztán majd biztos megszokom. De egy ekkora szobában valóban praktikusabb így, be kell, hogy lássam. És annyit meg nem használtam videózásra, azt a felállást, mint gondoltam, hogy fogom, mert azt gondoltam, hogy nekem kell egy hely, ahol úgy tudok leülni, hogy ablakkal szemben, és jön az arcomra természetes fény. És akkor, hogy legyen valami hátterem, ami ugye a két polc volt, és akkor, hogy legyen valamilyen fix videós hátterem, de hát ezt eddig egyáltalán nem használtam ki, és most is lesz fix videós hátterem, csak az ágy, meg a képek, meg a növény, ami ott van, ami éppen belefér. Úgyhogy igazából így is úgy is lesz, csak kicsit más, mint ahogy eredetileg elterveztem, de szerintem így is hangulatos lesz. Na sziasztok! Hát már nagyon-nagyon régóta le kellett volna zárnom ezt a vlogot, de nem sikerült, ugyanis arra vártam, hogy felkerüljenek oda a képek. Ez megtörtént, és egyébként nagyon elégedett vagyok az eredménnyel, annyi, hogy a növényt végül nem hoztam le, úgyhogy ennyi változás van. Le kell ülnöm, egyébként annyira nem vagyok fényesen, megmondom őszintén, azért is hát húzódott eddig ennek a vlognak a befejezése, meg a megszerkesztése, meg a megosztása, mert közben a gyerekek betegek lettek, elkezdte Nandi, aztán egy jó pár napra rá Nóra, közben mi is Ádámmal, próbálom el fogni ezt a telefont valahogy, hogy kényelmes legyen, és most már nagyon a végét járjuk, tehát így teljesen ki vagyunk merülve, nem alszunk rendesen, srácok nem kapnak levegőt normálisan éjszaka egy idő után, orszi-porszi, az a szokásos lázas, orfolyásos, torokgyulladásos dolog. Szerencsére antibiotikum nem kellett senkinek, mert nem fertőződött úgy felül, úgyhogy igen. De ez volt az egyik oka annak, hogy nem tudtam annyira a videóvágással foglalkozni, videózással meg főleg nem. Másik oka meg az volt, hogy a laptopommal nem stimmelt valami, úgyhogy arra is megoldást kellett találnom, úgyhogy azért is egy csomó idő elment. És aztán oda jutottunk, hogy egy február indítós videót szerettem volna, ami végül márciusba kerül ki. Úgyhogy úgy is tudjátok, hogy úgy készültem, hogy heti szinten szeretnék videókat megosztani, de hát ez most így jött ki. Ez a célom egyébként még mindig megvan, szóval nem szeretném, hogyha ez rendszeres lenne, hogy így elúszom, megcsúszom, de hát most az élet közben szólt nagyon-nagyon sok mindennel. Viszont azóta is szuper elégedett vagyok azzal, hogy így a szoba milyen lett, meg hogy néz ki. Ugye mondtam, hogy felkerülnek a képek, és nagyon-nagyon hangulatosak lettek, és jó azt érezni, hogy egy kis szelettet elhoztunk a régi lakásból, úgyhogy abszolút ezt érzem. Egyébként még mindig folyik az orrom egy kicsit, konkrétan belül már sebes. Nekem szerencsére nem kellett orrcsepp sem, de tökre fáj. Gondolkodtam rajta, hogy kisminkelek, de annyira felesleges, mert folyamatosan fújom az orrom, úgyhogy ma ilyen naturban leszek. Ma már voltam edzeni is, mert az utóbbi egy-két napban egész nap a gyerekekkel voltam, és igazából ilyen humán ágyat játszottam, mert amikor így el vannak szontgyolodva, megkeseredve, akkor ugye csak az a megnyugvás, meg a biztonság nekik, hogyha ott vagyok mellettük, úgyhogy akkor tudtam valamit csinálni, amikor esetleg elaludtak. Úgyhogy ez így egy kicsit kemény volt, de most már jövünk kifele, belőle gyönyörű idő van most éppen, úgyhogy remélem ez ki is tart, meg így is marad, hát majd kíváncsi leszek, hogy a szülinapomon milyen idő lesz, mert általában az utóbbi években az van, hogy borzasztó hófúvás, meg hideg szél, meg ilyenek vannak, úgyhogy semmi extra nem számítok, de azért titkon remélem, hogy hasonlóan szép idő lesz, mint mondjuk ma. Mit szerettem volna még mondani? Egyébként tök sok jó dolog történt februárban, nagyon jó volt ez a hónap. Hektikus is volt egy kicsit, meg így a betegség miatt egy kicsit nehéz, de meg így a családban is kaptunk egy elég rossz hírt, aminek nem nagyon örülök, és így tényleg nem jó, amikor kiderül, hogy valaki beteg, de hogy így ezeket leszámítva meg tök jó volt, mert elég sok ilyen mindenféle jó programunk volt, amit szintén elkezdtem blogolni, de aztán
nem tudtam összeállítani egy videóvá. Úgyhogy most ezzel a vloggal szeretnék nektek gyönyörű márciust kívánni, és most jön a hétvége, szeretnék fölvenni egy újabb videót, ha más nem, akkor hétfőn, és mindenképpen szeretnék jelentkezni újabb videóval a jövő héten. És ennyi. Hát remélem, hogy ti jól vagytok, és nem vagytok betegek, ha igen, és ti is hasonló cipőben beteg gyerekek támogatásával töltitek a napot, akkor kitartás. És hát a következő videóban találkozunk, ha ez tetszett, akkor légy szíves, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és a következőben találkozunk. Sziasztok!